Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége még 2013-ban hozta létre a járási koordinátorok intézményét. A koordinátorok legfontosabb teendője, hogy hidat képezzenek a megyei elnökség és a polgárőr egyesületek vezetői között. Idén, február 14-én a Teve utcai rendőrpalotába került megrendezésre a polgári járási koordinátorok második országos fóruma. Az Országos Polgárőr Szövetség két éve hozta létre a járási koordinátorok intézményét, melynek lényege, hogy a járásokban kijelölt polgárőrvezetők az egyesületek működését összehangolják, illetve a járási szervekkel kapcsolatot tartsanak, együtt működjenek. A mostani fórumon az eddigi tapasztalatokat értékelték. Megállapítottuk, hogy az intézmény kitűnően működik, nagyon jó tapasztalatok vannak, a járási koordinátorok összehangolják az egyesületeknek a tevékenységét, figyelemmel kísérik a munkájukat és segítik őket. A fórum kapott egy általános értékelést a polgárőr tevékenységről, amelynek tulajdonképpen az a lényege, hogy Magyarországon a polgárőrség a legerősebb, a legegységesebb, a legjobban támogatott speciális civil szervezet, amelynek a fenntartását kértük továbbra is a járási koordinátoroktól, hogy ez a minősítés, amelyet mi kapunk a politikusoktól, az önkormányzatoktól, a minisztériumoktól, a rendőrségtől, ez továbbra is megmaradjon, tehát hogy színvonalasan működjön a polgárőrség és járuljon hozzá Magyarország közbiztonságához, de a legnagyobb hangsúlyt a pénzügyi, gazdasági elszámolások kapták. Ugye igen jelentős a kormánynak a támogatása, a múlt évben 1,2 milliárd forinttal támogatta a kormány a polgárőrséget, 2015-ben hasonló nagyságrendben, és hát ez ennek a pénznek, ennek a forrásnak a döntő többsége az egyesületekhez kerül, és az egyesületek elszámolásaihoz nyújtottunk segítséget, módszertani segítséget, és természetesen tájékoztattuk őket arról is, hogy milyen tapasztalataink vannak az elszámolás területén. A harmadik téma pedig az oktatás és a képzés. Tehát 2015 a polgárőrségen belül az oktatás és a képzésnek az éve, és erről beszéltünk, hogy milyen alapismereti képzéseket kell a polgárőr egyesületeknél bevezetni, megtartani az új felvételesek részére, milyen legyen a továbbképzés, és hát szóltunk arról, hogy a járási koordinátorok részére kötelező lesz a Polgárőr Akadémiának az elvégzése. Úgy látjuk, hogy Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, nagyon jók a közbiztonsági eredmények, és most van egy lélegzetvételnyi szünet, ezen a területen, és szeretnénk egy kicsit nem befelé fordulni, de többet foglalkozni a polgárőrökkel, a polgárőrök képzésével. Tehát azt mondtuk, hogy ebben az évben minden polgárőr legalább 6-8 óra keretében kapjon továbbképzést, és készítsük fel őket a további feladatokra. A járási koordinátorok amellett, hogy az egyesület tagjai az elnökségek között is aktív szerepet tudnak vállalni a minél hatékonyabb működés érdekében. Ők a kovász a kenyérben, ami szükséges ahhoz, hogy lendületet vegyen a polgárőrség, motorként működjön ebbe a rendszerbe, mert egyetőbb feladatot vállal a polgárőrség, nagyon nagy elismerésben részesülnek a polgárőrök adott településeken, csak hát ehhez a jobb működés, a jobb terület megismerésben viszont egy ilyen koordinátor nagyon-nagyon fontos szerepe van. Ezért is hangsúlyoztuk, hogy vegyék fel a járási hivatalok vezetőivel a kapcsolatot, ugyanis az élet azt hozta, hogy visszaálltak a járások és egyre jobban működnek. Az államigazgatásban újban visszatért a kormányzat a járási szintre, amelyik ugye a legközelebb található meg a lakossághoz. Levitték arra a szintre azokat a szolgáltatásokat, amit nem csak a nagyvárosban, hanem kisebb településeken is elérhetnek a lakosok. Ezért fontos, és én azt kértem és javasoltam is, hogy keressék meg a járási hivatalok vezetőit, a koordinátorok, egyeztessenek velük, ajánlják fel a segítségüket, mert ha ők jól végzik a munkájukat, akkor eredményesebb a polgárőrség adott egyesületi munkája is.